Eredményes évet zár az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete. A fiatalokat nehéz bevonni a politikai életbe. A kormány célja, hogy az ifjabb generációból is egyre többen érdeklődjenek a közügyek iránt. Évzáró ifjúsági találkozót szervezett az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezete. A rendezvényen a Hieroteosz Egyesület és az UNCTISZA Szamostúr határmenti egyesület tagjai is részt vettek. A találkozó helyszínét Vásárosnamény biztosította. A fiatalok részvétele a közéletben egy fontos ügy a kormány számára. Bár nehéz megszólítani őket, de mindig próbálkoznak, közölte a stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár. Hozzátette, a jelenlegi nemzeti konzultáció is a fiatalság helyzetét és véleményét szeretné megismerni. A kérdőívet országos szinten már több mint 773 ezeren küldték vissza. A politika egyik véget nem érő feladata, hogy felkeltse a fiatal korosztály érdeklődését. Mindig vannak olyan fiatalok egyébként, akik kifejezetten érdeklődnek közéleti kérdések iránt, úgyhogy fontos is azt gondolom, hogy az oktatásban is megjelenik az állampolgári ismeretek átadásával, hogy ott is elkezdődik ez a fajta felkészítése a fiataloknak is, hogy minél több tudás, minél több ismeretet szerezzenek az államnak a működéséről is, és egyébként pedig a közéletbe való részvételre is felkészülhessenek. Ez egy véget nem érő munka, mindig tenni kell, azért is jó ez a rendezvény, mert itt is fiatalok között beszélgetünk közéletről, politikáról, tehát ők is elmondhatják a véleményüket, meg a kormányzat részéről is el tudjuk mondani, hogy mi hogy látjuk a kérdéseket. Több olyan intézkedés volt ebben az évben, például az első ingyenes nyelvvizsgának a kiterjesztése, ami szintén rengeteg fiatal számára egy fontos intézkedés volt, és azt gondoljuk, hogy ezt majd lehet folytatni is, mindig a fiatalokról kell, hogy szóljon a politika. Az első lépéseket mindig helyben kell megtenni, tette hozzá a stratégiai ügyekért felelős helyettes államtitkár, aki kiemelte, az országos átlaghoz képest Szabolcs megyében kifejezetten aktív az X szervezete. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban Kis András, az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség megyei elnöke. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önt! Jó napot kívánok én is! Üdvözlöm Önt, és köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ez a szervezet ugye azért azt elmondhatjuk, hogy a KDNP ifjúsági szervezete, és ha már ifjúsági szervezetről van szó, hát akkor azért az ifjúságról mindenképpen beszélni ildomos. Ugye az előző években, évtizedekben az idősebb generáció szájából rendszeresen elhangzott, hogyha egy fiatalról volt szó, hogy hát nem biztos, hogy szívesen lennék most a helyedben, mert hogy nem olyan túlságosan könnyű egy fiatalnak otthon teremteni. Önök hogy látják, mennyire változott ez az elmúlt idő? Szakban. Köszönöm a kérdést. Én fontosnak tartom azt, hogy a fiatalokat lehetőségekhez juttassuk. Én azt gondolom, hogy természetesen egy fiatalnak az életkezdés, az életben való boldogulás az mindig egy állomás, egy folyamat, és ez sok buktatóval teli. Egyetem, iskola, párválasztás, szakmaválasztás, és ezek egyszerre jelentkeznek egy fiatal életében, otthonteremtés, és utána talán a legnagyobb kérdés a gyermekvállalás kérdése, és ez ugyanannak az évtizednek a 20-as éveinek a második felének, első fele végének, illetve a 30-as évei első felének a leginkább érdekes kérdése az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség, bár a tag alsó életkora az a 14 év, 14 és 35 közötti fiatalokat tömörít a mi szervezetünk, ahogy más pártok, ifjúsági szervezetei is ezt a korosztályt szólítják meg. Ennek a korosztálynak a gondjaival foglalkozunk, és ez a korosztály a középiskola felső éveitől a munkavállalás első évtizedeig terjed. Én azt gondolom, hogy nagyon sokat léptünk előre. Én 2007-ben kezdtem az egyetemet, ma már gyakorló dolgozó ember vagyok, közéletben is tevékenykedem, és úgy látom, hogy a fiatalok előre tudtak lépni. Azért ne felejtjük el, nem akarok visszamenni túlságosan az időben, de akkor olyan kérdésekről beszéltünk, 2008-at, ha visszaidézem, hogy lesz-e tandíj ebben az országban, vagy nem lesz. Arról beszéltünk, hogy gazdasági válság van. Most arról beszélünk, hogy évről évre az átlagbér az rohamosan emelkedik. Tehát nagyon-nagyon széles perspektívák indultak el, és beszélhetnénk akár a csokról, amelynek most a Magyar Falu program keretében a
falusi kiterjesztése is megindul. Tehát én azt gondolom, hogy akár a családi otthoni teremtési kedvezmény, tehát a rövidebb nevén CSOK keretében azért a fiatalok nagyon sok lehetőséget kaptak a magyar kormánytól. De beszélhetnénk az ingyenes nyelvvizsga, az első ingyenes nyelvvizsga kérdéséről. Ilyen lehetőségek nem nagyon voltak. Vagy beszélhetnénk arról, ami Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében számos fiatalt érint, hiszen azért a tömegközlekedés, a fiatalok, az egyetemisták, a középiskolások életében naponta használják, és az iskola talán a leginkább a tömegközlekedésnek a használati terepe. Én azt gondolom, hogy azért azt is érdemes megnézni, hogy abban az időszakban 2010 előtt kedvezményt csökkentettek, az utazási kedvezményeket drasztikusan csökkentették, és szárnyvonalat zártak be. Mondjuk a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei keleti részén, a szatmári részben élő fiatalok iskolába járását, életét ezzel komolyan a szárnyvonal bezárások komolyan érintették. Én magam is akkor épp Budapestre jártam egyetemre is, nem mindegy egy családnak, hogy mi honnan indul a vonat, be kell vinni a gyereket 30-40 kilométerre, vagy a faluban van vasútállomás, ahova kimennek, kiviszik, és ott onnan elindul. Debrecen, Budapest, Nyíregyháza felé. Természetesen ezeken a területeken van még előttünk álló feladat, de én azt gondolom, hogy előre léptünk. Ebben a 8 évben, végre van 8 év, én azt gondolom fiatalként, amire büszkék lehetünk. Az elmúlt 8 évről, az elmúlt évtizedben, 15 évben nagyon sokáig nem pozitív élmények jutottak eszünkbe, most meg pozitív élmények jutnak eszünkbe. Igen, az a 8 év és más 8 év, meg ez a 8 év és más 8 év. Igen, hogyan tudják egyébként a fiatalok érdekeit képviselni? Az Ifjúsági Keresztény Demokrata Szövetség számos területen képviseli a fiatalokat. Például mi magunk is mondtuk évek óta az ingyenes nyelvvizsgának az ügyét. A családok pártja a KDNP, a családügy egy keresztény pártnál nagyon-nagyon fontos. Mi nagyon-nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ez a családok kormánya. Ez a kormány, az Orbán kormány mindegyik intézkedésével a munkából élőket és a családokat segítette. Gondolok itt a családi adókedvezményre, az otthonteremtésre, és mindazokra a segítségekre. Gondolok itt én magam, és a 2000-es évek elején még gimnazista voltam. Komoly összehasonlítási lehetőségeim vannak. Van olyan testvérem, aki még ma is gimnazista. Látva azt, hogy milyen étkezési kedvezményei vannak mondjuk az általános iskolásoknak, milyen egyéb kedvezmények vannak a tankönyv területen, a kollégiumi elhelyezés területén, milyen egyéb lehetőségek vannak, gondoljunk csak a sportolási lehetőségekre, amelyek azért megtöbbszöröződtek. Kondiparkok, sportpályák, atlétikai vagy épp tornacsarnokok, tornatermek épültek az elmúlt években, ami szintén a fiatalok hasznos időtöltését segíti. Mi, akik vidéki fiatalok vagyok, én magam is egy 800 fős faluból jövök, fontosnak tartjuk azt, hogy a fiatalok itthon maradjanak, itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében országosan is itt maradjanak, de természetesen Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területén is itt maradjanak. Ehhez lehetőségek kellene. Ha jól tudom, akkor önöknek nem csak az a feladata, hogy képviselje a fiatalok érdekeit, hanem várja a fiatalokat is, ugye? Tehát, természetesen. És hát nem véletlenül hangzott el a felvezetőben is, hogy azért nem egy túlságosan egyszerű dolog bevonni a fiatalokat a politikai életbe. Mégis hogy lehet ezzel, vagy hogyan szeretnék? Programot kell szerintem adni, élményt kell teremteni a fiataloknak. Számunkra a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az X, én erre nagyon büszke vagyok, hogy mi a programok szervezete vagyunk, az élmények szervezete vagyunk. Mi minden negyed évben tudunk a fiataljainknak hasznos időtöltést adni, hétvégéket biztosítunk a számukra, amelyek a képzés, a hasznos időeltöltés, a politikusokkal való kötetlen beszélgetés, közös ügyeink megbeszélésének lehetősége. Én azt gondolom, hogy így lehet fölépíteni szintről szintre, településről településre, a kis településektől a nagyobb településekig egy rendszert, és akkor tud, tehát úgy nem lehet közéletben aktívnak lenni, hogy úgy a nagy általánosságban aktív vagyok. Ha programok vannak, ha rendezvények vannak, ha közéleti események vannak, ha van lehetőség beszélgetni, akár egy sör mellett, vagy egy kávé mellett,
fiatalok vagyunk, úgyhogy én azt gondolom, hogy ezeken a területeken könnyű zenei programokat is próbálunk ajánlani, hiszen azt gondoljuk, hogy a kulturált szórakozás, a kulturált időtöltés, a politikáról való kulturált disputa ügye is fontos. Az X nem véletlenül több éve kezdeményezi, hogy az egyetemi politizálást is keretek között, de engedélyezzük, elesszük, mert akkor tudjuk a fiatalokat megszólítani, ha közöttük vagyunk. Tehát akkor egyfajta közösségi élet. Abszolút, abszolút. Képzés is, vagy készítés is zajlik. No, de emellett azért a közösségi élet ugye arról is szól, hogy a nemzetközi kapcsolatokat is tudja erősíteni a szervezet, és ha jól tudom, ebbéli törekvések is vannak, lásd határon túli fiatalokkal való kapcsolattartás, illetve még az Egyesült Államokba is mentek, ha jól tudom. Mi nem mentünk az Egyesült Államokba, ők jöttek ide, ez is egy fontos dolog. Nagy elnök úr, az X országos elnöke 2 hete írt alá egy együttműködési megállapodást a Republikánusok Ifjúsági Szervezetével, amit nagyon fontosnak tartok, és egy komoly lépés a szervezetünk életében, hiszen azért az ottani konzervatív fiatalokkal is egy nyelvet beszélni, hasonlóan gondolkodni, ez egy fontos dolog. De én ennél sokkal fontosabbnak tartom, és személyesen büszke is vagyok rá, hiszen ezzel a területen én magam is foglalkozom a szervezetem belül, azokat a nemzetpolitikai kapcsolatokat, amelyek a Kárpát-medence ifjúsági szervezeteivel összekötnek minket. Mi az Európai Néppárt ifjúsági szervezetében is együtt vagyunk ott, a felvidéki barátainkkal, a Vianovával, a miértesekkel, akik Erdélyt képviselik, de most értük el azt a sikert, hogy a vajdasági VMS ifjúsági szervezetét is fölvették a JEB-be, az Európai Néppárt ifjúsági szervezetébe. Ugyanígy fontosnak tartom azt, hogy a lengyel barátainkkal, a PISZ, a lengyel kormánypárti ifjúsági szervezetével jó kapcsolatot ápolunk. Én magam egy szűk hónapja voltam Lengyelországban egy lengyel-magyar ifjúsági konferencián is. Azt láttam, hogy Kelet-Lengyelország annyira van innen Nyíregyházától, mint Budapest. Úgyhogy ezeket a közép-európai, ezeket a határon átívelő kapcsolatokat itt Kárpátaljával, Erdéllyel, Felvidékkel, 3 határmenti megyében én azt gondolom, hogy fontos ápolni, és én még annyit megjegyeznék ehhez a témához kapcsolva, hogy mi számunkra kiemelten fontos, hogy minden ilyen kapcsolatban a magyar érdeket képviseljük. Köszönjük szépen, hogy itt voltál a stúdióban.